Sziasztok, csak nem Gáspár Győzi tisztel. Szia! Szia! Csinálhatok egy fotót? Szia. Nagyon szívesen. Jaj, de jó szép. Na. Még egyet? Jaj, bocsánat, én arra zavarba hoztál. Nem, mivel hoztalak zavarba, anyuka, még nem is értem hozzád. Ránézek erre a csajra, én egy jószívű, barátságos gyerek vagyok, de most az igazat mondom, nem akarom őt bántani, szerintem ez egy olyan csaj, aki volt már az első világháborúba, akivel feltörölték már a padlót. Nem tudok mit mondani, de szerintem ez több utat megjárt, mint az egész Gáspár család. És megkérdeztetem, mi járat be erre siófokon? Hát lejöttünk sétálni, meg lejöttünk fiúszakot tartani, úgyhogy fiúsnak most sétál, és megyünk hajózni most. Hajózni? Hát én pont ráérek, esetleg csatlakozhatok, a fürdőruhám pont a kocsiba. Jó, van, akkor hagyd legyen ott, jó helyen van ott. Na, menjünk. Marjam van. Na. Egyébként, szia Gáspár Győző. Szia, Frida vagyok. Ő pedig Krisztián. Szia. Szia. Krisztián. Szia, Frida. De most mi van, Krisztián? Hajók, hát nagyon rég hajókáztam. Te itteni lakos vagy? Igen, én itteni vagyok. Akkor ismered a... Legyél te a izéja, hogy szoktak idegenvezető. Nagyon ismerem, szívesem. Hát itt laktunk, papa és mutasd be nekünk a... Mutasd be nekünk a siófokot. Bemutatom, rendben. A siófokot, jó? Igen. Amikor ránéztem a raklira, a bejárónőnk jutott eszembe az, aki 89-ben nálunk dolgozott, és úgy kivasalta a nadrágomot élire. Csak te itt laksz, és mit csinálsz, mivel foglalkozol, mivel utazol? Én táncos vagyok, táncos nő vagyok. Ez nem igen. Mondom, igen, nem is látszik. Én mondod. Na, gyerünk. Te rúd táncolsz? Igen. Te megmutassam esetleg? Te szeretsz rudazni? Mm. Wow. Akkor kiderült az, hogy ő is a holtakét fel tudja állítani, akkor azt mondtam, hogy oh my Jesus, te vagy az én emberem. Láttam benne a szépséget, a gyönyörűséget. Láttam a szemében a csillogást, és láttam azt, hogy ő engem sugar daddy-ként kezel, ezt tetszett a legjobban. Én is itt vagyok! Hát de most mit vagy? Azt lesz a hajón rúd? No, van rúd. Na, tökéletes. Jó van, nem ennyi. Neked. Na. Hát de várjon! Ha most mutatkoztál be, ne haragudjam, azt már rúdon táncolnál. Hát én már kicsim ezt csinálom 10 éve. Nem látszik. Gyerünk. Krisztián, fejezd van be, ne arasd már le a néni.